November 1. Meg vagyok pedig győződve, atyám fiai, én magam is ti felőletek, hogy teljesek vagytok minden jósággal, betöltve minden ismerettel, képesek lévén egymást is inteni. A krisztusi szeretet nem az elragadtatás fellángoló érzelme, hanem élő, megelevenítő alapelv, melynek ereje állandóan megnyilvánul életünkben. Ha a pásztor jelleme, lelkülete és magatartása szemlélteti azt az igazságot, amelyet hirdet, az Úr tetszésének pecsétjét nyomja munkásságára. Pásztor és nyáj egyé lesz Krisztusban, mert egyesíti őket a közös remény. Az üdvözítő eljárása Péterrel nagyon tanulságos, mint Péter, mint testvérei számára. Noha ez a tanítvány megtagadta Urát, az a szeretet, melyel Krisztus hordozta őt, sohasem ingott meg. Tehát, amikor az apostol megkezdi munkáját, hogy másoknak hirdesse az igét, neki is türelmes, részvevő és megbocsátó szeretettel kell közelednie a bűnöshöz. Meg kell emlékeznie saját gyöngeségéről és bukásáról, hogy a reábízott juhokkal és bárányokkal ugyanolyan gyöngéden bánjon, mint ahogyan Krisztus bánt vele. Emberek, akik szintén kísértések áldozatai, nagyon hajlamosak arra, hogy a megkísértettel és a tévelygővel ridegen bánjanak. Nem olvasnak társaik szívében, és így mit sem tudnak küzdelmeikről, szenvedéseikről. Meg kell tehát tanulniuk a feddést, mely szeretetből fakad, az ütést, mely sebet ejt, hogy gyógyítson, és olyan intést, mely reménységgel tölt el.